Szevasztok, ez itt a VR, és kaptunk egy ilyen initial insider preview, csak hogy magyarul mondjam, lehetőséget arra, hogy megnézzük az új Forza Motorsportot. Tudjátok, hogy engem igazából ez grafika és egyéb módok miatt érdekel, de betekintést kapunk ebbe a kis preview részbe, ami egyébként a kampány bevezető részét fogja tartalmazni, legalábbis az információk szerint, nem tudom. Úgyhogy ebbe fogunk így belekukkantani csak egy picit itt most YouTube-on, mert streambe még ezt a verziót nem lehetett implementálni, tehát nem streamelhetjük ezt a dolgot. Néhány limitációval rendelkezik ez a korai betekintés, tehát például a cinematikok és egyéb dolgok valószínűleg azért nem lesznek bevágva nektek, mert azok még alacsonyabb felbontásban vannak, és azok még nincsenek kész, úgyhogy próbáljuk az ingémet mutogatni, nyáladzani arra, hogy hogy néz ki a játék, hogy milyenek kb. A hangok, meg hogy nagyjából milyen lett, mert amúgy én is kíváncsi vagyok rá. Amit tudni kell, háromfajta teljesítménymód elérhető az Xbox Series X-en. Az egyik a Performance mód, ami ugye 4K60, a másik a Performance RT mód, ami ugyanezt tudja Ray Tracing-el, csak ugye más dolgokkal variál, ami eszméletlen, nyilván ezt fogom használni, illetve van egy ilyen Visual mód, ami 4K30, de az néz ki a legeslegdurvábban, nem játszunk 30 FPS-ben. Úgyhogy Performance Ray Tracing módot fogjuk megnézni, hogy hogy néz ki az új Forzában egy picit. Welcome to a new era of motorsport. Welcome to Forza. Igen, itt néhány jelenetnél látszik azért, hogy még nem fullosba van kirenderelve. Kíváncsi lesz a gameplay nagyon. Maple Valley, United States. Néhány pálya van benne a gameben, azt tudom. Nem tudom, mit pénzelt a Corvette egyébként, hogy a C80 mindenbe. Imádom ezt a kocsit, de lassan kezdek hányni tőle. Mindenhol ez van, hogy itt nem véletlen. Maple Valley is the perfect track to put the new Corvette E-Ranger its paces. Ja, nem ez, ráadásul az E-Ray, bocsánat, ez nem is a C8. So keep an eye out for traffic. És a kaszni az. Kaszni. De bácsotok. The race line is your optimal path on track. When it's blue, be on the gas. When it's red, hit those brakes. Okay. Figyelitek, hogy tükröződik a szélvédőn a műszerfal, ahogy változik a fény. De kemény. Meg a kormány is. Látjátok, felül a szélvédő tetején a kormány, meg a borítása tükröződik. Embertelen. Mindjárt átvált a külső nézet múlva, mert amúgy rohadtul zavaró, de rohadt jól néz ki. Ez a visszatekerés gomb. Break before the turn. Coast through it, then accelerate. Jaj, várjátok, egy nagyon fontos dolgot át kell állítsunk. A metric units-ot. Hát nehogy már. Hol van? Analog, rotating. Hol vagy imperial? Track. Hol van? Units. Az imperial a default, Jani? Metric. Watches. Save. Igen. Aha, ez a kormány nélküli nézet. Út. Asphalt. Experiment with the different views from inside and outside the car to best see down the track. Nehéz. A Horizonnál nagyon sokat játszottam, a legutóbbi Horizonnál. Nehéz egyébként a különbségeket így felmérni. A Ray Tracingen szerintem abszolút látszik. Tehát a kocsikon a tükröződés az brutál. Meg a kocsi hangja elképesztően jó lett. Az tény. Ez az. Az egyértelműen nagyon sokat dob rajta. Bár kíváncsi vagyok, hogy a hagyományos Ray Tracing nélkül tükröződést hogy adják meg a performance boardba. Szerintem nem gondolom, hogy gond lenne vele. Gyerünk, ne bohózkodjál már Mr. Mustanggal! Jó van, egy picit lementünk. Hát olyan törnek a... Jesus! Hozom a formámat, ahogy szoktam. Általában eléggé törnek a kocsik. Aha! Ahhoz képest. Nem tudom, hogy mi... Nem is történt semmi. Csak nyugalom. Csak nyugalom. Complete one practice lap. Szerintem az rekord lassú volt.
kicsit közel voltam az a falhoz. Excellent drive out there in practice. Now let's see how you do against competition in the final laps of an endurance race in Hakone, Japan. Aha, tehát a következő pálya az Hakone, Japán lesz, és ugye egy endurance race, ami nagyon sok körös endurance race, utolsó köreibe kell beszálljunk. Jó ez a cinematic nézetek amúgy. Ütős. Aha, hát itt végignézegettem itt, hogy milyen nézetek vannak. Hoppá! Igen, ez egy kicsit másabb típusú autó, mint amilyen a Corvette volt. Igen, 20-15-ek vagyunk, és tényleg az utolsó kör. Ó, bazz! Hova félek? Radik! Vajon? Utolsó kör. Hát két lap, hogy az első helyre fel tudom húzni. De én próbálkozom. Próbálom közben megállás nélkül nézni a környezetet és egyéb dolgokat. Ez egy messze menően komplex játék, tehát nyilvánvalóan a grafika csak egy dolog. Én soha a motorsport részéhez, ami ennyire ilyen technikás, így magát az autót tekintve is, az upgrade-eket tekintve is, mint a Horizon, ezekben nem voltam annyira soha benne. Úgyhogy én inkább ezt tudom nézni. Néhány helyen lejjebb kapott a festék, illetve annyi baj legyen. Na és most utolsó kör, 20x20. Behúzzuk. Figyelj, nézzétek a jobb oldalát, vagy a jó oldalát a dolgoknak, még nem nyomtam meg a kézifék gombot, hogy elrakjuk keresztbe. Ez jó jel. Azt szokott lenni nálam az utolsó löket. Oké. Okay. Hát mondom, elsők nem leszünk az két szentség. Bár itt eléggé nagy tömeg van, ahogy látom. Figyelj, annyi van, amikor ők fékeznek, én nem fogok. Nem hiszem, hogy meg fog jönni, de... Sokkal mélyebbet, sokkal később. Ez az. Most megelőztem egy autót. Igen, kettőt. Ez. A zöld rész az a menő. Azt tanultam, hogy minél tovább nyomom a gázt, egy több ideig, annál gyorsabb vagyok. És ezt higgyétek el, így van. Takarodj! Jó, hát figyeljetek itt, na, így álljátok a pódium. Én csuktam rá direkt. Direkt csuktam rá, ez ilyen. Szélvonal előtt azért rácsuktam az ajtót, hogy tud hol a helyet. Mondom, én grafikai upgrade-et a ray tracing-en kívül, ami mondom, elképesztően szembeötlő és nagyon látszik, azon kívül olyan óriási ugrás, mert tudom, hogy mindenki erre volt kíváncsi, a Horizon-hoz képest én nem látok, de a ray tracing nagyon látszik. Aha, és akkor itt most megnézzük a így a karak... Aha, igen. Itt lehet body type-ot választani. Nyilvánvalóan ezek később is változtathatóak, de itt egész sok mindenből lehet válogatni. Ugye ki lehet választani a ruhát, a body type-ot. Gondolom amúgy mélyebben is bele lehet menni a customizációba. A car's journey from the showroom floor to the winner's circle. Is the culmination of a oh, azért, azért itt betalálnak egy-két autóval. Elég jó. Carefully chosen by great builders who know what it takes to push a car past its perceived limitations. Okay. To find that extra tenth of a second and in the process create something that is a unique extension of themselves. Your car's journey begins here. To become a builder's cup champion. Igen, tehát ugye itt is van külön championship a garázsoknak, tehát a buildereknek is, és ugye itt az autóépítésre elég nagy hangsúlyt lehet fektetni, ha jól emlékszem. For our first series, we have a few cars for you to choose from. Each is a great starting point for you to build, so pick the one that speaks to you.
De már ebből a háromból kell választani. Na jó, gondolkozzunk mások fejével. Hagyjál. Ki van zárva? Muszáj lesz, mert mindenki a Mustanggal fog menni. The limited edition STI 209 may be the greatest high-performance Subaru of all time. Its compact turbocharged engine and all-wheel drive system is perfect for epic acceleration. De durva, hogy... Na, igen. Na mindegy, nem akarok kitérni most ilyen nagyon-nagyon veszett dolgokra, mert az nem fair, ez még egy pre-build, de... Ja, legyen ez. All right, let's go. És akkor itt az a lényeg, hogy mindenki kiválasztja a stock autót, de ugye... Create your best possible racing experience by adjusting the difficulty and rule set. As your racing skills evolve, try raising the difficulty to earn even more credits to buy other cars. Igen, itt látjátok, tehát a Drivatar difficulty bónusz, ez az, hogy ugye itt az ellenfeleknek a gyorsaságát tudom által, és minél keményebb ellenfelek ellen megyek, annál több kreditet kapok megnyert meccsenként. Én most beálltam így nagyjából ilyen 4-re, mert igazából csak azt nézzük, hogy mi a helyzet. Grand Oak Raceway. Na, tehát ez nem egy kanyargós dolog. És akkor most már ugye a Subaru-mmal kell menni. A Wilkins Hyundai Subaru-nál sok Hyundai Subaru vár. Oké, okay. Jó, ez a practice jó is lesz. Azt mondta, hogy egy practice lap time-ot kitűzött nekem, amit el kell tudjak érni, mielőtt még a versenybe megyek. Ugye a practice-nél ugye kitapasztaljuk a pályát, és akkor megnézzük, hogy egyáltalán meg tudom-e csinálni ezt a lap time-ot, vagy nem. Practice is a critical part of any race event, where you hone your skills with your latest build on the track you'll be racing. As you practice, you earn credits, and we'll be tracking your lap times to see how you match up against the competition before the race. Nice. És akkor ott van required complete one laps, és aha, és akkor ki van tűzve egy idő, egy lap time. Tehát csak meg kell csinálni a practice kört, de ha fasz a gyerek vagy, akkor megcsinálod az adott időn belül. Ott van 1:07. Igen, hát az első két autó, amivel menni kellett, ez egy kicsit jobb volt, mint ez. Így handlingben szerintem. Hol néz ki ez egyébként? Elraktam keresztbe! Meddig bírtam? Én mondtam. Pedig ez nem az a gép. Hát nem merém megesküdni rá. Látjátok, itt a car level a jobb felső sarokban, ugye az folyamatosan nő azzal kapcsolatban, hogy veszed be a kanyart, mi a helyzet, a szegmenteket pontozzák, hogy ugye az adott zónában milyen időt mentél, stb. Gondolom, és akkor azt szerint nő a car level, és akkor ugye, ahogy szintet lép a kocsi, gondolom lehet fejleszteni rajta, ez miattokon. Ja, így ki lehet menni a boxba. 57, 59, 1. Látjátok, hogy hol van a szélén, látom? 5, 6, bassza meg! Igen, 3 kört kell teljesíteni. Nem lett meg. Megpróbálom az ideális ívet kicsit jobban kihasználni, mert nem volt sok híja. Óvatosan. Van az, srácok, lehet, hogy a nézet miatt tudom, hogy nagyon sokat segít, meg minden, ezekkel az autósjátékokkal egyébként azért voltam mindig ilyen szarban, és ezért volt az, hogy az arkádosabbak mindig jobban bejöttek, mert ilyenkor hiába látom a sebességet, folyamatosan úgy érzem, hogy egy lanával gyorsabban lehet menni. Persze nem. Oké, okay, most gyerünk, verj neki. Hát ez most lehet sokkal jobb szerintem. Pont 91. Pont 91 volt. Kereszt! Pont 91 volt, és mi 84-re csináltuk. Megvan ennyi, az meg. Most már ebben a körben nem fogok erőlködni.
Milyen jó szigetel ez a Subaru, hallod? Állati. Nem engedi, amúgy nem engedi. Van egy pár assziszt szerintem, amiben van kapcsolva, aztán nem engedi. Nézd, és akkor könöd. De itt is a kesztyűn lévő felirat is tükröződik a szélvédőben egyébként. Amikor éppen úgy süt a nap, ahogy fordulok. Hát igen, nem a tükröződéseket kéne nézzem, de hát ez van. Szerintem most nem lesz meg az idő, de annyi baj legyen. Az off-track az XP. XP bónusz. Abszolút. Meg vagyunk, és akkor itt van finish practice, és akkor ez volt ugye a gyakorló rész. Ebben ugye teljesítettük a három megadott kört, meg a megadott időt is meg tudtuk csinálni a második körben, amikor egy kicsit jobban ráfeküdtem arra, hogy jó legyen. És akkor most jön a rész. Mert hogy azt hiszi ugye a játék, hogy én ebben a három körben figyeltem a kanyarokat. Hogy hogy kell, és akkor minden. Pedig nem. Kurvára nem. Grandók, ajaj, itt lesznek ellenfelek. Amúgy is sokkal viccesebb. Ugye a Need for Speed módszer fogjuk használni, tehát a kanyarba becsapódva, ugye valakin tompítunk, és úgy fordulunk be. És úgy egyenként elimináljuk az ellent. Majd végig lehet nézni, hogy kik az ellenfeleink, és itt látszik is, hogy ahogy indulnak a gridről, hogy egy jó másodperccel gyorsabbak, mint én. Vagyis a leggyorsabb körük egy jó másodperccel gyorsabb volt. Na majd kiderül. A recsenésig húzzuk a kontrollert. Nézd, milyen gonosz a Subaru. Nézd meg, milyen gonosz. Nyiki. Oké, jól sikerült elkapni a rajtot, nagyon jó. Megpróbálok bezúzni középen, de zárnak össze, érted, rajlékok. Tudja. Óvatosan, megpróbálok nem teljesen kihúzódni. Rám húzza a szemétlára. Külsőjében elrakjuk! Igen, ez nem sikerült túl jól. Nem fog tudni, az a baj, belül elmenni. Nagyon gyorsak. Most. Ott bújik. Semmi baj, ez egy szikoccanás volt. Nincs gond, az első elemet lehet cserélni. Ezt csak úgy bemozdítottam viccből. Kíváncsi voltam. Nekem már szól a Getló a fejemben, nyugi. Igen, ezt okosabban kellene amúgy megoldani. Én próbálok halad olyan szinten a belső éven menni, mint egy vadállat. Hol összejön, hol nem. Gyerünk, a Nissan-t el kell kapni. Gyerünk, nem nyomja olyan keményen. Én már most beteszem a belsőre. Ó, micsoda pozíció! Ne csúszki! Most eltesszük közte, balra! Ez az. Ők azt hiszik, hogy a külső az ideális ív. Nem vágja. Jó, de ők tudják. Ez az. Nagyon jó. Itt jó pár pozíciót sikerül szerezzünk. Óvatosan bebújok. Ez az. Megpróbálunk most őt megpróbálunk kint tartani. Kicsit mélyebbet fékezünk. És így elé. Ez az. Oké, itt sikerült leszorítani valamennyire, mert nem hiszem, hogy túlságos a hátul maradt. Hát nem. Oké, be akartam nézni már a visszapillancsba. Következő a Mustang. Ugye négy körünk van. A tempó amúgy nem olyan rossz, de akik elől mennek, azok nagyon elmentek. Szóval azokat biztos nehéz lesz elkapjuk. Hát ilyen kis furfangokkal tudjuk esetleg megoldani ezeket a dolgokat. Hogyan pozícionáljuk magunkat. Próbálom minél közelebb tartani az Apexhez. Ahogy az okosak mondják. Például most tudnánk azt csinálni, hogy ugye megpróbálok befelé célozni, de rám zár. Rokos. Igen, ezek már a keményebb ellenfelek. Itt látszik is egyébként, hogy tök érdekes, de a best time-om, tehát a best lap time-om jobb lett, mint a practice. Úgyhogy vannak ellenfelek. Ami egyébként azt jelenti, hogy a kompetitív környezet sokat segít. Mert ugye hát az ember, ahogy szakmailag szokták fogalmazni, de haragyak, ahogy szakmailag szokták fogalmazni, ugye,
az bekapcsol az erősebb kutya baszik el, és ugye kell a másik kutya ahhoz, hogy te erősebben csináld. Különben nem tudod, hogy ennyi az erős. Ennyire értek hozzá egyébként. Igen, ez nem lesz a legjobb, de sikerült leküzdenünk Mr. Mustangot. Szerintem az egy szupra így az alakjából fogva, azt nem hiszem, hogy meg tudom fogni, de meglátjuk. Küzdök, utolsó kör kezdődik hamarosan. Itt az egyenes résznél, ha látjátok, 6-10-del szarabb is voltam. Ez az Ivis szar egyébként, vissza kellett tegyek. Nem baj, ezért nem kapunk büntit. No penalty, mondtam én. Most megpróbálom. Igen, lehetetlen íveken dolgozni, de nem fogok tudni, mert ahhoz közelebb kéne kerüljek sokkal. Igen, ez például meglehetősen rossz volt. Hát igen, érződik, hogy az ember ugye belemászik már így, a kicsit az élbajba, ezek már kenik. De mondjuk én már ezen is meglepődtem, hogy többieket úgymond magunk mögött tudtuk hagyni. Egész jól. Egyébként. Na. Picit közelebb a Suprához, picit közelebb. Akármennyire próbálom bent tartani, bassza meg. Nem megy, mert szar vagyok. Aha. Jön a célegyenes. Ez a törékeny, srácok, ez van. De már, érted, kár level 1-ről kár level 4 vagyok, itt az a lényeg. Ugye azt számít off-track-nek, azt hiszem itt is, amikor mind a 4 kerékkel elhagyod a pályát. Úgyhogy na, hát nézzétek. Ahogy jól látom, 4/10-del vagyok az első helyre lemaradva. Jani. Az azért, a faszom az. 4/10. Érted? Mielőtt anya hazajön. Itt mutatja, hogy mennyi pontot kapunk, stb. És ugye itt tudunk tovább menni, és ugye itt lehet rátérni ugye, majd meglátjátok arra a részre, kicsit a fényezés megkapott, de nem gond, a szerződésemben benne van. Dobogós volt a Civic? Látjátok? Ahogy a mai fiatalok mondják, full cam. Na, látjátok, és akkor itt, tehát külön lépszintet a car, tehát az autó, vagy hogyha Detroitban jöttetek, akkor car, és a driver. És ahogy megyünk előre, úgy nyílnak meg, látjátok, megnyílt egy új felni, megnyílt szélesebb gumi, anti-sway bar, ez stabilizátor rúd, és ugye ezeken tudunk módosítani az autót. Srácok, csak így bele akartam tekinteni, nagyon köszönjük a lehetőséget. Tudjátok, hogy nem én vagyok a szakértője ezeknek a dolgoknak, de nekem vizuálisan tetszik ez a játék. Mondom, én hasonlónak találom a grafikát a legutóbbi Horizonhoz, kivéve a ray tracinget, az sokkal jobban nézett ki. Ez egy komolyabb valami, mint Horizon, ugye nem annyira arkádos téma, ez inkább egy technikás dolog, innen is látszik egyébként, hogy mennyire nem nekem való. Ettől függetlenül érdekel, mert a kocsik viszont, tudjátok, én nagyon szeretem az autókat, meg nagyon tetszenek, meg minden, csak a virtuális vezetés nem ugyanaz, mint a valódi. Vagy hogy mondjam. De a játék nekem tetszik. Az upgrade systembe ugye nyilvánvalóan én nem látok annyira bele, ahhoz tapasztalt Forza Motorsportos emberek kellenek, de remélem ez a kis betekintés nagyjából ad egy ilyen alapfelfogást, hogy fog kinézni ez az egész kampány dolog, hogyan tudtok menetelni előre a különböző versenyeken. Ugye nem láttunk ilyen nagyon-nagyon nyílt részt ebbe a kis kampánybeugrásba, abba, hogy hány autó van, hány pálya van, stb. De szerintem, aki kíváncsi erre, az utána tud olvasni. Remélem tetszett nektek ez a kis bekukkantás. Kommentben meséljétek el nektek, hogy tetszik a játék így eddig. Meg a kis Subaru. Legközelebb találkozunk. Na, szevasztok!